Szepesi Zsolt vezette összefogáspárt a baloldal névválasztása miatt tiltakozik. A volt monoki polgármester a Hír TV-nek azt mondta, nyílt levélben fordul az MSZP, az Együtt PM, a DK és a liberálisok vezetőihez. Az azonos névválasztás ugyanis Szepesi szerint nem csak a kampány során, de a szavazólapokon is megtévesztheti a választókat. A 2009-ben bejegyzett összefogáspárt legutóbb tavaly októberben a megismételt bajai időközi választáson akciózott. A volt monoki polgármester Szepesi Zsolt vezetése alatt működő formáció akkor a választások tisztaságáért demonstrált. Az MSZP kampánycsendsértés miatt feljelentette. Az MSZP, illetve az ő összefogás bajáért szövetségük jelentett fel minket a választási bizottságnál kampánycsendsértés miatt, és akkor azt kifogásolták, hogy a név azonosság megtévesztheti a választókat, pedig akkor mi nem is indultunk a választáson. A hasonlóság ma már nem zavarja az ellenzéki összefogás pártjait. Hosszas keresgélés után múlt héten jelentették be, hogy összefogás néven népszerűsítik majd az MSZP, az Együtt PM, a DK és a liberálisok közös listáját. A névválasztás miatt a Szepesi féle összefogás párt tiltakozik. Vezetőjük nyílt levélben szólította fel a baloldali pártokat az azonnali névváltoztatásra. Ezzel a elnevezéssel bárkit meg tudnak téveszteni ebben az országban, elsősorban azokat, akik ránk az összefogáspártra kívánnak szavazni. És azért nagyon veszélyes ez a gyakorlat, mert abszolút ellentmond mindenféle demokratikus hagyománynak. Tehát egy nagy párt nem teheti meg, hogy egy kis picinek csak úgy ellopja a nevét. Használni is fogjuk, ez a döntés. A Demokratikus Koalíció pártigazgatója szerint az összefogás szót az elmúlt hetek politikai eseményei hozták kapcsolatba az ellenzéki erőkkel, így azt nem cserélik le másra. Biztos vagyok benne, hogy a választók számára nem lesz zavaró. Az MSZP azzal védekezik, jelszóként és nem elnevezésként használják az összefogás szót, ezért megalapozatlan az összefogás párt tiltakozása. Nem lesz a fejekben zűrzavar, annál is inkább, mert a szavazólapon ott lesz az öt jelölő szervezet szép kis kötőjelekkel összekötve. Az összefogáspárt vezetője azonban azt mondta, ha a záros határidőn belül a baloldal nem oldja meg a névazonosság problémáját, a választási bizottsághoz és az ügyészséghez fordul majd. Ellopta az összefogás nevet a baloldali pártszövetség, ezt mondja Szepesi Zsolt, Monok egykori polgármestere. A politikus még 2009-ben alapította meg az összefogás pártot, amelyik önállóan készül az áprilisi választásra. Szepesi Zsolt perrel fenyegeti a baloldali pártokat. Az MSZP kampányfőnöke szerint alaptalan a tiltakozás, korábban már a Bajnai Gordon vezette Együtt is vitás helyzetbe került a választás miatt. Összefogás néven folytatja kampányát az MSZP, az Együtt PM, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Liberális Párt. Ezt január 23-án közölte az öt párt. Győzzön az összefogás 2014-ben, hirdeti az összefogás párt honlapja. Ez viszont nem azonos a baloldali pártszövetséggel. Szepesi Zsolt, volt monoki polgármester, még 2009-ben alapította meg az összefogás pártot. Már ők is készülnek a választásra, mind a 106 választókerületben állítanak jelöltet. Lenyúlták a nevünket, mert ezt használják. Az összefogás párt elnöke szerint a baloldali szövetség jogtalanul használja az összefogás kifejezést, ezért kész jogi útra is terelni a kérdést. Szepesi Zsolt szerint az ellenzéki pártszövetség átlépett rajtuk, aminek rossz üzenete van. Ez a mindenki félhet egy ilyen összefogástól, amit a másik oldal csinált, mert esetleg hatalomra jutásuk esetén ugyanígy át fognak gázolni a kicsiken és a gyengéken, ezt pedig mi nem szeretnénk. Az MSZP kampányfőnöke hétfőn azt mondta az MTI-nek, ők csak jelszóként használják az összefogás szót, nem névként, ezért alaptalannak tartják az összefogás párt tiltakozását. Január 23-án viszont nagy kezdőbetűvel, tehát tulajdonnévként jelent meg az összefogás szó az ellenzéki pártok közleményében, amiben tudatták, innentől ezen a néven folytatják a kampányt. Szepesi Zsolt hétfőn kilátásba helyezte, ha az ellenzéki pártok nem állnak el az összefogás név használatától, tüntetéseket szerveznek a pártok székházai elé.
Korábban már a baloldali szövetség egyik tagja, a Bajnai Gordon vezette Együtt is került már vitás helyzetbe a névhasználat miatt. Novemberben a fóti időközi polgármester választáson az Együtt 2014 nevű párt tiltakozott az ellen, hogy a neve felkerült a baloldali közös jelölt plakátjaira és ajánló szelvényeire. Az Együtt 2014 ugyanis nem azonos Bajnai Gordonék szervezetével, aminek a teljes valós neve Együtt a korszakváltók pártja. Akkor az Együtt 2014 párt elnöke még egy közleményt is kiadott, amiben hangsúlyozta, hogy pártja a fóti időközi választáson jelöltet nem állított. Lomnici Zoltán alkotmányjogász akkor az ügy kapcsán azt mondta, a jelölő szervezeteket terheli a felelősség, ha megtévesztik a választókat. Minden kampánykiadványon a jelölő szervezetnek, akár a jelölt, akár a szervezet tekintetében egyértelmű és hiteles információkat kell megadni. Amennyiben ezek nem pontosak, akkor az félrevezetheti a választókat, ilyen értelemben a választójogi szabályokat megsérti a jelölő szervezet vagy az induló jelölt. A fóti ügyben a bíróság egyebek mellett a pártnevekkel kapcsolatos problémákkal indokolta, hogy meg kell ismételni a teljes választási eljárást.